Nem tudom, lehet-e mondani azt, hogy Török Bálint nyitott a koronavírus járvány után, mindesetre polgármester úrral hónapok óta először rendes készfogással üdvözöltük egymást. Köszöntöm polgármester urat, még nem az irodájában, hanem az aulában beszélgetünk, de azért mondható, hogy Török Bálinton is csalhatatlan jelei vannak a karantén, a korlátozások utáni nyitásnak? Igen, igen, én is üdvözlöm a nézőket, egy kicsit talán könnyebben, mint ahogy eddig találkoztunk. Látható jelei vannak természetesen Török Bálinton is a nyitásnak, felélegeztek az emberek. Nagyon jól esik nekik, hogy a közterületen már nem kell hordani a maszkot. Természetesen még az intézményekben, ügyek intézése közben, boltokban még igen, de hát ezt én azt hiszem, hogy ez érthető is. Nagyon elégedett vagyok azzal, hogy nagyon magas volt és a mai napig az az oltakozási szándéka a török bálintiaknak, és nagyon, most nem akarok pontos számokat, most éppen most fogjuk lekérni az adatokat az orvosoktól, szerintem országosan az egyik legátoltottabb települések közé tartozunk. Egyébként még egyszer köszönet a kórház oltópontjának, a házi orvosoknak és az asszisztenciának, hogy ilyen hihetetlen munkát végeztek. Talán nem olyan nagy ütemben, de most is folytatnak, mint ahogy ideig, és ezzel egyébként védték a török-bálintiak egészségét. És hozzáteszem, hogy a nyitás és a könnyebbség volt a Művelődési Ház udvarán az első mediterrán udvar, ahol élőzenét hallgatnak az emberek, úgyhogy közben tudnak enni, inni, beszélgetni asztaloknál. Zsúfolásig volt az udvar. Nagyon nagy szükség van az embereknek a közösségi életre, ki vannak éhezve. Annak, hogy ilyen magas volt az oltakozási kedv itt Bálinton, van szerepe az önkormányzat helyi propagandájának, kampányának? Én nagyon remélem, hogy igen. A lakosság arányosan úgy gondolom, hogy nálunk hál' Istennek a halottak száma nem volt túl magas, és a házi orvosunk szerint sokat tettünk azért, hogy magas legyen az oltakozási kedv Török Bálinton. Biztosan, legalábbis reméljük, hogy jelentett az valamit, hogy már múlt év tavaszával, amikor szembesültünk ezzel a rettenetes pandémiával, már a legalább a rászorulóknak vitaminkészleteket adtunk, segítettük őket abban, hogy otthon maradjanak, és a bevásárlástól kezdve, és ezt megpróbáltunk mindent elintézni, és ehhez egy elképesztő jó közösségre van szükség, akik magas számban részt vettek ebben, önkéntesekről beszélek, és nem csak önkéntesek, akiknek most is innen is még egyszer köszönöm szépen azt, amit a közösségért tettek, hanem az intézményi dolgozóink is, akik éppen, teszem azt, nem volt óvodai ellátás, vagy bölcsödei, vagy nem működött a művelődési ház, és ezek az emberek mentek, és tették a dolgukat, ellátták az embereket. Például, hogy ne kelljen kimenni otthonról, csak egy apróságot hogy mondjak. Például a szemetes zsákoknak a tavasszal a zöld hulladék zsákokat házhoz vittük. Tehát a művelődési ház dolgozói és más segítők is, például volt, amikor a polgármesterem vezette a buszt, amiből kiugráltak az emberek és vitték a zöld hulladékot, ez mind hozzájárulhatott ahhoz, hogy megőrizzük vagy védjük az egészségünket, mert nem kellett elmennie otthonról az embernek. És amit lehetett, ebben mindent megpróbáltunk tenni, és nagy segítségemre volt természetesen a szakmai tanácsadásban a Török Bálinti bizottságunk, amely Tulasai professzorul és egyéb más szakemberekkel kiegészülve folyamatosan tudtam tőlük tanácsot kérni, hogy milyen intézkedéseket vezessünk be, és ha nekem voltak ötleteim, akkor ezt mindig megkérdeztem tőlük, hogy az úgy rendben van-e. Ez a helyi operatív törzs. A helyi operatív törzs. Már annyi fogalom kering az ember fejébe. Borzasztó nehéz volt ez az időszak. Némikor azt sem vettem észre, vagy azt sem tudtam, hogy már mikor van hétvége, meg melyik nap vagyunk, mert minden nap az a rettenetes egyforma sivár életmódunk volt. Én múlt év márciusa óta vagyunk itt, vagy 4-5-en, akik folyamatosan, ahogy szoktam mondani, a golyózáporban álltunk, és nem voltunk se szabadságon, se sehol. Úgyhogy egy picit ki vagyunk éhezve a pihenésre. Született egy megállapodás, ha jól tudom, a budakeszi, a török Bálint, illetve a budaörsi polgármesterrel a mindhárom települést összekötő kerékpárút kapcsán, és láttam idefelé jövet, hogy építik a kerékpárutat. Dr. Győri Otília, a budakeszi város polgármester asszonya kezdeményezett egy összejövetelt. Budaörs polgármesterét szerette volna, meg Török Bálint polgármester, hogy együtt üljünk le beszélgetni. Én felajánlottam, hogy ez legyen Török Bálint.
Bálinton, mondta, hogy ez nagyon jó, úgyhogy megérkezett polgármesterasszony és Budaörsön Vitinkov Tamás polgármester úr is. Egy nagyon építő jellegű beszélgetést folytattunk, ami egyébként szerintem szomszédos településeknél ez teljesen rendben is van így. És tulajdonképpen az volt a fő cél, hogy kitaláljuk, hogy mint Budaörs, akár két helyről is, mint pedig Budakeszi, hogyan csatlakozzon be az országos kerékpárútba. Nagy igény van, és ez így is van rendben, hiszen hogyha ők becsatlakoznak ide, akkor azt jelenti, hogy a Törökbálinti is Budakeszi felé, vagy akár Budaörsön keresztül egész Budapestig kerékpározni tud. A polgármester asszony annyit mondott, hogy a találkozásunk után egy nappal Révész Máriusz úr, azt hiszem a kormány megbízottként dolgozik a kerékpárutak fejlesztésében, hogy vele fog találkozni Budakeszin, és azt fogja kérni, hogy támogassa, hogy a településekben legyenek csatlakozva. És egy együttműködési megállapodást is aláírtunk egyébként. A Német Nemzetiségi Óvodának tető került a bővítés tetejére. Bővítés, most azzal kapcsolatban vannak műszaki viták, de a napokban lezárjuk, hogy akik tervezték, azok szerint most van egy kis vita, hogy műszakileg megfelele annak. Én a lényeg az, hogy műszakileg egy stabil, egy jól elkészített épület legyen, és minél előbb át tudjuk adni a csupaszív óvodának, hogy visszaköltözzenek a ideiglenes. Szerintem most remélem, most szeptembertől a következő óvodai ciklust majd ott tudják megnyitni. Mondom, kis műszaki viták vannak, meglátjuk, hogy ezt milyen gyorsan tudjuk rendezni. A bölcsődével mi a helyzet, hogyha már a nevelési intézményekről beszélünk? A győztes pályázóval aláírtuk a szerződést. Nem sokára alapkőletétel, egyeztetnünk el majd, hogy mikor. Most még a nyár. Hogy ne, el is kezdődik az építkezés. És jövőre, szerintem nyár elejére, nyár közepére ennek be kell fejeződnie, és lesz egy olyan bölcsödénk, amire egész Török Bálint majd büszke lehet. A legolcsóbb és legjobb ajánlatot választottuk. De hát így is dupla aki, amennyit terveztünk. Tehát, és még ugye itt van ez a rettenetes probléma, ez már természetesen a kivitelezőnek a dolga, hogy borzasztóan megnövekedtek a építőanyagárak, a vastól a tégláig, a kötőelemekig, a szigetelésig, minden. Egyetlen egy dologtól félek még, ugye a határidő, mert a akkora igény van most az építőanyagokra, hogy a kereskedelem, a kivitelező szinte alig tudja kiszolgálni. Hát remélem, hogy ügyes lesz a nyertes, és ezeket a problémákon át fogunk lendülni. Úgy legyen, ne hagyjuk már ki az iskolákat se, függetlenül attól, hogy a klik alá tartoznak. Most annyit próbálunk meg segíteni a pedagógusoknak, hogy van Törökbálinton egy úgynevezett pedagógus ösztöndíj. Én egyeztettem az igazgatókkal, az iskolai igazgatókkal. Ugye mi a város részéről tudtunk gesztusokat tenni a pandémia idején, a óvodai pedagógusoknak. Ugye jó részük nem dolgozott, be voltak zárva az óvodák. Mindenki megkapta a teljes fizetését. Nem csökkentettük le, mindenki megtarthatta a munkahelyét, és mondom, végig fizetésüket megkapták a dolgozók. Szerintem ezzel most tettünk egy nagyon komoly gesztust az óvodapedagógusoknak, akik szintén indulhattak volna a pedagógus ösztöndíj pályázaton. Tehát úgy gondolom, hogy nekik tettünk gesztust. Úgy gondolom, hogy továbbiakban pedig az iskolapedagógusoknak kellene tennünk egy gesztust, megköszönve azt a munkát, amit az elmúlt időszakban a gyerekeinkért tettek. És most ebben az úgynevezett különleges jogrendben én hoztam egy olyan döntést, hogy megtoldottuk a jelenlegi összeget még egy pár millió forinttal, és pedagógus napra minden törökbálinti pedagógus nettó 50 ezer forint utalványt fog kapni. Azért utalványt, mert ennek a legkisebb a rárakódó további költsége az önkormányzat felé, és tulajdonképpen ezzel szeretnénk megköszönni a munkájukat, ezzel a kvázi szerény, bár azért nyilván a végén egy elég komoly összegről beszélünk. És akik részt vettek a oktatásban, nem csak a pedagógusok, hanem az a személyzet is, amelyik a pedagógusok munkáját segíti az iskolákban, akik 8 órában, tehát teljes munkaidőben vannak, ők mindenki 50 ezer forintos támogatást fog kapni az önkormányzattól. Mondom még egyszer, a többiek, a óvodapedagógusokat pedig szerintem tisztáztam.
Mit lehet tudni, mi a terv azokról a programokról, amelyek tavaly elmaradtak, nagyon jelentős programok, jubileumok, polgármester úr édesapjára történő közös emlékezés, nemzetiségi testvértelepüléssel közös program? A kerek évfordulók voltak, ugye Szüsszenváros testvérvárosunkkal volt egy 30 éves kerek évforduló. Drága édesapám tavaly volt, hogy 10 éve, hogy elvesztettük Török Bálint első szabadon választott polgármesterét. Önkormányzatiság 30 éves évfordulóját nem tudtuk megünnepelni. Szerintem még össze tudnak gyűjteni egy pár dolgot, amit nem csináltunk meg tavaly a Covid miatt. Augusztus 20-a előtt tervezzük, hogy ezekre vissza fogunk emlékezni, mert úgy hiszem, hogy ez a tisztességes. Egy szerényebb augusztus 20-ai rendezvényt fogunk majd tartani, valószínűleg itt a művelődési ház és iskola közös udvar, ahol tudunk egy ilyen belső udvaron tartani egy szerényebb, de annál barátságosabb augusztus 20-ai. És meghívjuk a testvérvárosainkat is, hogy jöjjenek el. Nagyon hiányoznak egyébként, nagyon régen találkoztunk velük. Zajlanak-e a nyár folyamán olyan útjavítások, járdaépítések, bármilyen fejlesztés? Természetesen, ugye nagyon okosan járt el a képviselőtestület, mert az útkarbantartásokat nem egy, hanem két évre kötünk szerződéseket. És ezért nagyon hamar el tudnak indulni az év elején az útkarbantartások, és lehet látni, hogy bizony elég szorgalmasan a Török Bálint tulajdonát képező közutakon azoknak a felújítása, kátyúzása, az folyamatosan történik. Úgyhogy örülök, úgy nagyjából rendben vagyunk, biztos van egy-két apróbb hiba, de azokat majd orvosolni fogjunk. Ez folyamatosan zajlik. Meg természetesen ugye zöld település vagyunk, nem is kicsit. A fűnyírás és a zöld területek karbantartása óriási feladat. Ezeket azért lehet látni, hogy folyamatosan végezzük, és le a kalappal egyébként a Gyulasi Tamás által vezetett csapat előtt.